Szervusztok, ti kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze szokás szerint 3-5-ig a Rádiókafén, 98-os frekvencián, 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, vagyis Nagy Pál Szabolcs kollégámnak és nekem Puzsai Robert vagyok. Köszöntünk titeket, távol-keleti filmekről fogunk a mai adásban beszélni, olyan filmekről, amelyek nagyra tartott, nagy presztízsű rendezőknek, a nagyra tartott jelentősnek és széles körben jelentősként elismert filmjei. Nem beszéltünk olyan sokat távol-keleti filmekről ebben az adásban eddig, és ez elsősorban azért van, mert a távol-keleti filmművészetnek meglehetősen szűk keresztmetszete jut el hozzánk. Hát általában azt lehet mondani, hogy néhány rendező egy-egy távol-keleti országból, de egyáltalán nem jellemző az, hogy a távol-keleti filmek azok nagy számban özönlenének be erre a piacra. Miért lehet ez? Mi lehet ennek az oka? Baj ez? Jó ez? Szeretjük-e a távol-keleti filmeket, és szeretjük-e azokat a filmeket, amelyekről beszélni fogunk a következő két óra során? 0629986986 az SMS számunk. Ezen írhattok nekünk. Az első film, amiről beszélni fogunk, az a távol-keleti filmnek, sőt, általában azt lehet mondani, hogy a filmgyártásnak az egyik legnagyobb dobása, ami valaha történt a filmgyártással, ez pedig a Hét szamuráj című. És természetesen ezzel a műsorral is kapcsolatban áll ez a film, hiszen a Hét mesterlövésze a műsor címe, és a John Sturgisnek a újraföldolgozása a Hét mesterlövész. Ez alapján, az 1954-es film alapján készült. Sőt, nem is tudunk arra példát, hogy egy film és a remake-je egyaránt ennyire jó legyen. Mind a kettő benne van az IMDb-n, a top 250-ben. És talán ilyenre nincs is példa. Tudunk olyan filmeket, amikor a remake az sokkal jobb, mint az eredeti. Tehát például a Sepphelyes arcú című film ilyen, például a Rettegés foka című film ilyen, de sokkal több olyan esetről tudunk, amikor az eredeti a jó, és a remake az, amire nagyon-nagyon nagy kár volt pénzt meg időt fecsérelni. De hogy mind a kettő ennyire jó sikerüljön, és mind a kettő ennyire erős legyen, és akkor ide számíthatjuk még a műsort is, mint harmadikat, szóval, hogy mind a három ennyire erős legyen, ez tényleg ritkaság. Tárgyalni akartok velük? Ha a farkasnak a kis ujjadat nyújtod, legközelebb az egész karodat akarja. Ha most magunktól felkínálunk nekik valamit, ősszel újra itt lesznek. De mi történik, ha legyőznek? Akkor legyőznek! Ha nincs árpánk, úgy is éhe halunk. Harcolni fogunk. Hogyan? Hogy képzeled? Mi földművesek vagyunk. A háborúhoz nem értünk. A szamurájok értenek hozzá. Ha? Na és? Fogadjunk föl talán egy szamurájt. Ilyet még sose hallottam. Én igen. Hallottam már ilyen esetről. Sok-sok évvel ezelőtt történt, amikor ti még a világon se voltatok. A falunkat, ahol éltem, fölgyújtották a rablók, én ide menekültem. Útközben sok mindent láttam. Egy épp falu maradt a környéken, a szamurájok védték meg. Hallgass ide, öreg, sokféle falu van erre, és sokféle paraszt él bennük. Ez szegény falu, mi korpán élünk. Hogy jönne ide szamuráj? Miért ne jönne, ha felfogadjuk? Bolond vagy, hogy képzeled? A szamuráj gőgös, nem fog élelemért harcolni, Egy szamuráj sokkal büszkébb annál. Ugyan? Ostoba vagy, keressetek magatoknak éhes szamuráj. Az éhség űzi. Még a medve is előbújik az erdőből. Ez a film tocsog a vérben, Akira Kurosawa filmje, ahol minden megújul, ami addig kőbevésettnek tűnt a filmművészetben. Egyrészt a Kurosawa az imádta a westernt. És ő valójában western filmet akart forgatni keleti környezetben, így született meg az easternnek a műfaja. John Ford volt a kedvenc rendezője. Nagyon nagy tévedés, hogyha azt gondoljuk, hogy a Leone, meg a haverjai, tehát a spagetti westernnek a nagy rendezői, azok az amerikai westernt irigyelték meg, és azt vették át. Ők valójában az easternt vették át. Tehát tulajdonképpen a Leone az azt folytatta, amit a Kurosawa megvalósított. A westernnek az élére vasalt, pisztolypörgetős és nagy erkölcsi magasságokban, és nagy látványos, nagy vívásokban és jelenetekben, és a mindeközben pedig végtelen eleganciával végrehajtott mozdulatokban dagonyázott mindaddig a filmgyártás. Úgy a western, mind a szamuráj filmek Japánban. És akkor jött Kurosawa, és nagyon csúnyán bemocskolta. Tehát először is ráfröcskölt rengeteg sárt.
aztán ráfröcskölt rengeteg vért, aztán aztán borostásak lettek ezek a hősök, és mocskosak, és nem csak külsejükben mocskosak, de az eszközökben sem nagyon válogatnak, és a nagy párbajoknak, a látványos nagy vívásoknak a helyét pedig átvette két mozdulat, és a két mozdulat után pedig dökszag. Körülbelül ez az, ami jellemzi a hét szamurájt, és ez az, ami teljesen újszerű. Aztán még egy jó pár vonatkozás. Például elmondhatjuk, hogy a hét szamurájt megelőzően a film gyártás az nagyon-nagyon teátrális volt, tehát nagyon színpadias volt. Nagyon kétdimenziós volt az egész. Egyik oldalon volt a kamera, a másik oldalra meg a vetített háttér, és akkor előtte zajlott a cselekmény. És álló kamera. Igen. Yasujiro Ozu. És itt a harmadik dimenziót itt Akira Kuroszava megnyitja nekünk, és a kamera olyan helyekre kerül, ahova addig rendezőnek eszébe nem jutott rakni. És mindenféle nézőszögekből megmutatja azt, amit tulajdonképpen ez a fajta forradalom az, ami ő rajta kívül tulajdonképpen csak Orson Welleshez köthető. Hogy a kamerával elkezdett olyan módon játszani és olyan módon mozogni, ahogyan addig rendezők azt nem merészelték, és egy teljesen új paradigmát nyitott a kamera és a szereplő viszonyában. Az előbb említetted a fegyvernemeket. Itt ugye a szamurájok, illetve roninok, tehát mester nélküli szamurájok alapvetően karddal vívnak, sőt az egyik közülük az a kor legnagyobb kardművésze. A falusiak azok nem képzett harcművészek, ők ilyen fa dárdákkal próbálják útját állni a lovaknak, és ami érdekes, hogy a 40 bandit, ami fenyegeti ezt a szegény falut, éhező falut, azok pedig puskákkal rendelkeznek, tehát bizonyos értelemben itt a modernség találkozik a hagyománnyal, és néhány szamuráj meghal, ennyit talán lelőhetünk a történetből, azok mind puskalövésektől halnak meg. Még a kor legnagyobb kardvívóját is egy puskalövés találja el, tehát itt múlik, jön a modernség, és múlik a középkor. Már beígéri a rendező ennek az egész világnak az akkora már realitássá vált végét. És tulajdonképpen azt, ahogyan a nyugat kvázi leigázza a keletet. De a globalizációt tudtommal nem a japánok találták ki. De én inkább úgy tudom, hogy az amerikaiak. Vagy hát, hogy ez az atlanti, ez az angol száz atlanti vonal, legalábbis ennyit kimerünk jelenteni. Hát a brit világbirodalom kulturális hatásait lovagolta meg az amerikai tömegkultúra, és azt gondolom, hogy a globalizációt így körülbelül ennek lehet tulajdonítani, és akkor erre jön rá az internet és mi egymás. Minden esetre az biztos, hogy a hét szamurájt követő filmek japán hősei már teljesen nyugatiasan öltözködnek, nyugatiasak a dilemmáik. Igazából ez az attitűd, amellyel ez a hét ember összefog egy ilyen szutykos falu védelmében, ez az attitűd vész ki teljesen, és nem a filmből, és nem a legendák közül, hanem a világból. Ne ordítsatok! Csend! Nyugalom! Beszéljetek értelmesen! Először is, milyen irányból jönnek a rablók? Ki az, aki látta őket? Hol van? Azonnal lépjen elő! Ki látta a rablókat? Akkor kiverte a riadót? Nem láttam. Ki volt az? Nem tudom. Elláttam. Én! Táguljatok, ostobák! Gáva népség! Mit vágtok ilyen pofát, mi? Ne féljetek! Nem jönnek a rablók! Igen, én voltam. Nyomorultak. Hogy fogadtatok minket, amikor megjöttünk? Mi? De alig koppintok egyet a botommal, már kiabáltok, segítség! Szamurájok, vigyetek meg! Ostoba szamarak vagytok, mint! Nyomorú gyáva férnek! Úgy látszik, kikucsió mégiscsak hasznunkra lehet. Tehát akkor heten vagyunk, ugye? Nagy felismerés volt az én számomra, amikor összeállt a kép, hogy Sergio Leone valójában nem megreformálta a westernt, hanem az keletre kölcsönvett westernt ültette vissza nyugatra, és attól volt az annyira forradalmi. Tehát tulajdonképpen ez az, amit a Leone a hőseivel, például a
hogy más nem mondjak, a Jó, a Rossz és a Csúf című filmben előad, azt a fésületlenséget is, azt a ideálmentességet, vagy azt a kiábrándultságot, amit azzal a humorral előbír adni, az annyira, de annyira itt gyökerezik, ezekben a filmekben gyökerezik, túl azon, hogy konkrét forgatókönyveket vett át, inkomplett, például az Egy maréknyi dollárért, az is egy Kuroszava filmből származó forgatókönyv. Szóval ez a Jimbo. Ja, igen. A szakítás a romantizált hőssel, a romantizált hős alkatával, az az, ami a nagy találmánya a Kuroszavának. Nem mindenben szakít azért. Itt a japán sajátosságokra figyelve mind a két bejátszásban látszott, hogy feszül egy ellentét a falusiak és a szamurájok között. A falusiak nem teljesen bíznak a szamurájokban. Sok szamuráj visszaélt a képzettségével, és falukat fosztott ki, nőket erőszakolt meg, ezért félnek elhívni őket. És még a film végén van egy pici szerelmi szál, és abból is az látszik, hogy noha együtt küzdöttek a rablókkal, a 40 rabló ellen, nem tűnt el teljesen ez a fönntartás, az apa nem szívesen adja szamurájhoz a lányát. Igen, de közben meg azt is látjuk, hogy akik itt a szamurájok, azok a remake-ben, a Hétmesterlövészben a mesterlövészek. A parasztok, akik itt a parasztok, azok ott mexikóiak. És milyenek a mesterlövészek? Jenkik. Ott a jenkik jönnek, tehát tulajdonképpen a jenkik azok az a törzs, az a magasabb rendű szint, amik itt a szamurájok, amit egy társadalmi osztály, az ott egy másik nép. Így a Marx az nagyon örül ennek a filmnek, mert itt a három társadalmi osztály kettő összefog, a harmadik ellen összecsapását követhetjük nyomon. Ez a film az IMDb szavazás szerint a 13. legnépszerűbb film valaha a világon. Az IMDb a legnagyobb részvételű szájt, vagy a legnagyobb részvételű szavazás a világon filmekről. Ezt lehet mondani, hogy a Hét szamuráj a 13. legnépszerűbb film a világon. Ez azért nem kis dolog, főleg egy olyan filmmel kapcsolatban, amit 50-es években forgattak japánul. Tehát... Ez egy-két vicces film is megelőzi, a Gyűrűk ura, vagy a Birodalom visszavág, tehát inkább kultuszfilm, mint film. Lássuk, tehát ugye az a film, amelyik olyan filmeket előz meg, mint a Volt egyszer egy vadnyugat, vagy olyan filmeket, mint a Memento, olyan filmeket, mint a Hetedik, olyan filmeket, akár mint a Matrix, ami az egyik legnépszerűbb, vagy az Elveszett Fridláda fosztogatóit megelőzi. Ezeknél nincsenek népszerűbb filmek. Uh-huh. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a film, ez egy olyan klasszikus, tehát hogy hány filmet lehet ebből a korszakból becsempészni? A 12 dühös emberen kívül még. Ebből a korszakból a ma legjobbjai közé, a ma legnépszerűbbjai közé. Úgyhogy mindenféle sutyik szavaznak a neten, tudjuk jól. Tehát, hogy így ebbe a versenybe, hogy ez a film tartani tudja ezt a 13. pozíciót. Aztán csak a Casablanca, ami még igen. A 60-as évek előtt bekerül igen, a első igen, 20-ban. Igen, de a Hét szamurája Casablancát is megelőzi 4 helyjel. Tehát, pedig hát a Casablancánál sincs jobb film, csak hasonlóan jó. Az érdekes, hogy én nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire a Hét Mesterlövész című film az egy az egybe átvette. Tehát, hogy dialógusokat, konkrétan tételesen mondatokat vettek át. Konkrétan egy az egybe átemeltek dialógusokat a Hét szamurájból. Gyakorlatilag én nem értettem, amikor a Hét Mesterlövész, én rongyosra néztem a Hét Mesterlövész gyerekkoromban természetesen. Lenyűgözött az a film, lenyűgözött a karaktereknek a magával. Tehát az, hogy mindegyik akkora egyéniség, hogy minden nap szembenéznek a halállal, és hogyan torzítja őket ez a... Tehát, hogy egyáltalán nyomot hagy rajtuk az életmód, nem a gagyi pisztoly pörgetést látom folyton, hanem azt látom, hogy ezek az emberek valahol eltörnek belül. Az egyik alkoholista lesz, a másik az tehát mindegyik valami önelveszejtő szenvedésbe ragadt. Szenvedélybe ragadtatja magát. Igen, és a végén ez a végső haláltánc, hogy megmentenek egy ilyen szutykos falut. Tehát, hogy ez a kiüresedésüknek és az önelveszejtésüknek a végső próbája, úgy vesszük. Talán még pontosabb, hogy hozzásegítik a falut ahhoz, hogy megvédje önmagát. Hiszen a film utolsó mondatainak egyike is ez, hogy mi vesztettünk szamurájok, de a falu győzött. Hiszen az embereket megtanították arra, hogy maguk ragadjanak fegyvert és álljanak ki a falujukért. Kaptunk még egyetlen egy korai filmet, ami ekkora sikert aratott, és így beépült a kedvencek közé, az a Pszichó. És azzal tényleg kész. Tehát, hogy igazából ennyi a
Most még az aranypolgárt lehet említeni, és akkor tényleg befejeztük. Még az jutott eszembe, gyerekkorodban meg tudod szerezni ezt a filmet, nyilván ezt is rongyosan nézted. Nyilvánvalóan rongyosan nézted, ha ezt találtam volna meg előbb, akkor ezt néztem volna rongyosan. Csak hát mi nyugaton születtünk, és hát ez, talán ezért is. De a lényege mégis, hogy a nagyon-nagyon érdekes következtetés mégis az, hogy ebből a műfajból, hogy western, csak az olaszok és a japók tudtak valamit kihozni. Tehát jenkik semmi értelmeset nem tudtak ezzel a dologgal kezdeni, pedig hát ez az ő népművészetük. Megint vesztettünk. Úgy történt, ahogy mindig. Hogy? Igen. A győzelem egyedül csak az övé. Mi vesztesek vagyunk. Egy az egybe ugyanaz a vége a filmnek. Tehát mondatról mondatra ugyanaz a vége ennek a filmnek, mint a remake. Tehát, hogy itt semmi nem lehetett változtatni érdemben, csak a szamuráj kardot lehetett pisztolyra cserélni. Ha az ember rákattan az IMDb-n az újraföldolgozásokra, akkor legalább 11-et talál, hát azok inkább csak a film által ihletett földolgozások. Érdekes, hogy két felnőtt film is készült, ebből mind a kettő Rocco Siffredi főszereplésével. Hát a Hét mesterlövész, mint ugye áthallásos cím, ezt talán sugalná is. Vajon mivel lőnek? És hogyan mentik meg a falut? Nekem van egy tippem. Vagy hét. Állítólag idén Hollywoodban újra forgatják a Hét szamurájt. Én előre rettegek. Ezt az IMDb-n találtam, remélem csak kacsa ez a jaj. Jaj, miért? De egyébként van anime rajzfilm változata is, és az a Kurosawa örökösök jóváhagyásával készült. Tehát, és az is nagyon magasan áll az IMDb-n. Igen? Tehát akkor itt nem a Kurosawa örökösök kapzsiságáról és hullarablásáról van szó, és a közös kultúrkincs meggyalázásáról van szó, itt oly sokszor. Kaptunk még egy jó régi filmet, ami népszerű, a Ben Hur. Na jó, akkor a Ben Hur, mit köszönhetünk a rómaiaknak? Jó, a vízvezetéket, na jó, de akkor aztán tényleg egy jó, igen, a közbiztonságot, békét, demagóg! Most már akkor tényleg felsoroltuk mindet, vagy pedig 0629986986. Még van egy nagyon jó jelenet a Hét szamurájban. A legelején egy kicsit funkciótlanul van egy epizód arról, amikor egy gonosztevő elrabol egy gyereket, és bezárkoznak egy házba. És szinte érthetetlen módon a szamuráj, akit fölkérnek a terror elhárítási funkcióra, hogy szabadítsa ki a gyereket, elkezdi borotválni lassan a fejét. És ugye ehhez is kell kis japán háttérismeret, hogy a jellegzetes szamuráj kontyát borotválja itt le, kopaszra, és mindez azért van, két darab rizsgolyót kér csak a bemenet, ez mindez azért van, hogy kiadhassa magát szerzetesnek. Úgyhogy kopog az ajtón, szerzetesként beadja ételnek a gyereknek és a gonosztevőnek ezt a két rizsgolyót, és aztán hirtelen támad. A Her című film jut az eszembe erről, amikor valami nagy áldozatot hozol, valami még nagyobbnak az érdekében. Igen. Valami még csak a szerelemért, vagy a kisgyerekért, és feláldozod azt, ami olyan sokat jelent, és aztán mégis csúnya vége van a dolognak. Szóval... Akira Kuroszavának a Hét szamuráj című filmját. Én nálam ez a film hát így simán egy 8-as a 10-es skálán. Nem tudom, hogy te hogy állsz hozzá ehhez. Nagyon a témához. Nagyon szűk, Marku, ez a Robi. Hát az én részemről igen, mondjuk nem tudom, hogy 8-as film, de 8-as érdemjegyet miért kell magyarázni, de egy nagyon magas érdemjegy a 8-as. Hát a 10-ig lehet összesíteni, akkor 10. Az IMDb-n is valami ilyesmi, hát itt 8.8, hát mi is egy 9-es átlagot. Sőt, a kritikusok 9.9-re értékelték a Metacritic-nél, rákattan az ember. Szóval a Hét szamuráj című film az mindenféleképpen ajánlható nektek. Nyilván, aki egy 50-es években japán nyelven leforgatott
207 percen keresztül tartó filmet fekete-fehérben végignéz, az arra gondol, hogy a végére saját magát akarja egy szamuráj karddal hasba döfni. Van 160 perces változata is a igénytelenebbeknek. Egy ilyen után 8-as tanni, azt gondolom, hogy nagyon uralomra val. 0629986986 az SMS számunk. Írjatok nekünk bármivel kapcsolatban, ami felmerül a fejetekben, a japánokkal kapcsolatban, mert hogy japánok és japánok. Az első óra a japánok, a második óra a kínaiak jegyében fog telni. Pont úgy, mint a Kill Bill című filmmel, ahol az első rész a japánok, a második rész a kínaiak jegyével telik. De mi nem gyilkoljuk a filmeket, hanem kultiváljuk őket. Jobb mestert nem is találhatnák magunknak, mint Quentin Tarantino. A következő film az pedig a Tűzvirágok című, méltán népszerű filmje a Takeshi Kitanónak, aki hát napjaink Kuroszavája, azt gondolom, hogy ezt ki lehet jelenteni. Legalább annyira erőszakos, legalább akkor a mester, hát egy végtelenül autonóm filmes, a filmjei gyakorlatilag összetéveszthetetlenek, tehát legalább annyira, mint Pedro Almodovárnak a filmjei. Ha láttál egy Almodovár filmet, hát többé-kevésbé láttad az összeset. Ha már egy Almodovár filmet láttál, akkor pontosan tudod, hogy milyen az Almodovár, és mi az az Almodovár film, és ő soha más nem csinál. De Woody Allen, ugyanez a helyzet. Tehát, hogy annyira erős karaktere, ami rányomódik a celluloidra, hát a Kitano is ilyen. Senkivel össze nem téveszthető figura. Az egyetemen volt nekem egy japán szakos barátnőm. Több kiküldetést is végrehajtott Japánba. Az egyik nagyon fájdalmas volt, mert egy éven keresztül tartott. Kibírtad, Robi? Hát én kibírtam, ő is kibírta, de mi? Mi nem bírtuk. És ő nézette meg velem a Tűzvirágok című filmet. Hát én nagyon sírtam. De kétszer is láttam, és mind a kétszer potyogtak a könnyeim, mint az áporeső. Nagyon-nagyon szomorú, egy nagyon-nagyon lírai, nagyon fájdalmas, és egy borzasztó szép film a Tűzvirágok. Egy személyes tragédiahoz kötődik ez a film, mert magát Takeshi Kitanót motorbaleset érte, több hétig kómában feküdt, az arca is eltorzult, plasztikai műtétet kellett végrehajtani az arcán, és azóta ez látszik is rajta, ez a pici rángás a szemén. Jaj, de az annyira jól áll, hogy ott tikkel a szemével, hát az annyira hozzá, annyira kell ehhez a karakterhez, hogy tikkel. Tehát az arcára esett, hát miért is hordott volna bukós isakot Takeshi Kitano, hát ki ő Isten után az első, hát vagy de mi az, hogy motor, meg aszfalt, meg sebesség neki, és hát itt meg lett a következménye, de a karakterének annyira nem ártott meg az a két igen mély vágás, ami a jobb arcán van, hogy az annyival gazdagította ezt az egész figurát, és annyival keményebb lett tőle, és az a nyugalom, ami árad, ami lejön erről az emberről, nem lehet tudni olyan, mintha nem is ezen a bolygón született volna, vagy nem is itt élt volna le köztünk, vagy egy levegőt szívott volna velünk. Nincsen szó arra, hogy ez a Kitano, ez mennyire sokoldalú. Ez az ember festő. A filmben számos díszletet ő maga festett. Ami az a filmet... összes festményt ő festette. Igen, tehát a filmben az egyik barátja elkezd festeni, mert hogy nyomorék, mert tolószékbe kerül, egy lövöldözés nyomán, és hát valahogy le kell, hogy köse. Ja, a családja meg ott hagyja. Az milyen? És ezután, hát nyilván nem tud otthon teljesíteni, ahogy kell, ahogy korábban, és hát így ez a következmény. Öngyilkosságot is kísérel meg, a halál az végig beárnyékolja a filmet. És a zseniális képeket nem fest igazából, pontokból áll össze a képet. Pointillista. Pointillos, igen, képeket. Ezek a Kitanónak a képei. De a Kitano ír közben, és már Magyarországon is megjelentek könyvei a Kitanónak, miközben stand-up komedista. Az első 10 évét ő úgy töltötte a nehéz elképzelni erről a végtelenül fajsúlyos és végtelenül elmélyült és hihetetlen érzelmi húrokat megpendíteni képes, borzasztóan erőszakos, kegyetlenül szadista állatról, aki Takeshi Kitano, hogy ez egy stand-up komedista volt, ugye aféle bohóc. De humor nem áll távol a filozófiától, ebből is látszik. Semmi nem áll távol Takeshi Kitanótól, ebből is látszik. Mondom, a filmnek
Kitano a forgatókönyvírója, vágó. Ő a vágója, és ő a rendezője, továbbá a főszereplője. A, ennél többet nem lehet igazából, ha ő lenne az operatőr, az azt jelenti, hogy két Kitanóról beszélünk, az egyikről, amelyik forgat, a másik, amelyiket forgatja. Itt mindig van egy játék, az, amikor a stáblistát olvassuk, Beat Takeshiként van föltüntetve, mint színész, és Takeshi Kitanóként, mint rendező. Tehát ő próbál itt ezért egy távolságot tartani. A Beat elnevezés az még a stand-upos korszakából jön. Ő konkrétan egy tévés show-nak volt a házigazdája. És tehát tudom, a TV show-ja, és csak utána lett filmrendező. Uh-huh. Szóval, hát ez a, hogy mondjam, mindenkinek meg kell próbálnia ezt a rendezőt. Mert ha működik, akkor egy nagyon, egy komplett világgal gazdagodik. Nem biztos, hogy mindenkinek bejön, ahogyan ennyire karakteres rendezők, akinek a filmjei ennyire jellemzik őt, illetve ő annyira rajta hagyja a nyomát a filmvásznon, hát megosztó. Kitano is megosztó. Főleg azért, mert az eszközei annyira eltérőek. Tehát a szentimentalizmus már-már elviselhetett, már-már dagályossá kezdene válni, amikor valami olyan kiábrándítóan kegyetlenül erőszakos jelenet következik, hogy brutális, de azt is olyan líraisággal képes magát az emberi halált, meg az erőszakot, meg az emberi szenvedést megmutatni. A hullák sosem voltak ilyen szépek, mint Kitano filmjeiben. Hát a Sergio Leone óta nem. Az biztos. Sergio Leone, nem. Az kell, hogy tényleg az kell, hogy a rendező élvezze, amikor megdöglenek a hősei, mert az átragad a celluloidra egyszerűen, és akkor a néző is elkezdi élvezni. De tényleg őszinte örömet kell, hogy lejjen abban, hogy emberek meghalnak a filmjeiben, mások pedig ölnek, és olyan kegyetlenül. És ez tényleg lírai. Tehát a lassított halál az az, amihez ő nagyon ért ebben a filmben. Vagy egy pillanat alatt hal meg valaki, vagy 30 év alatt, és nem lehet tudni, hogy melyiknek jobb, vagy melyik a nyomorúsabb, melyik a borzalmasabb, és kizárólag ilyenekről szól ez a film. Tehát, hogy valaki 6 hónap alatt hal meg, annak jobb, valaki 6 másodperc alatt hal meg, és valaki meg 6 év alatt, és valaki meg 60 évig is csak haldokli. Még visszatérve picit a pókerarcra, a motorbaleset után, de egyébként nem láttam stand-up komedis korszakából, lehet, hogy már akkor is pókerarca volt, ugye a rossz hollywoodi színészekre szokás mondani, hogy egy gesztus tudnak, mondjuk De aki a Kitano az egyet se tud, mert az gesztusok nélkül csinálja végig, de ettől erős. Ettől erős, tehát, abszolút. Ha Nyomozó című filmet láttátok, a Gigor Attilának a Nyomozó című filmjét, amivel az Anger Zsolt gyakorlatilag, és ő is tikkel, pont úgy tikkel a szemében, ahogy a Kitano ebben a filmben, és tök hasonló karakter, szerintem innen lopta. De ennyire jó érzékel. Filmnyelvi utalás. Igen, tiszteletadás, tisztelgés. Na jó, ilyen jó ízléssel, jó dolog, hát tessék ellopni jól. De jó forgatókönyvben semmi gond nincsen. De igen, tényleg olyan gesztusok nélküli, olyan hidegen gyilkol. Hogy mondjam, az Anger Zsolt a Nyomozóban az egy olyan figura, akinek nem alakult ki túlságosan személyisége. Kicsit butha, kicsit pszichopata, valahol a személyiségfejlődés bizonyos szakaszában megrekedt. A Kitanóval más a helyzet. Mármint a film hősével, Nishi felügyelővel más a helyzet, akit a Kitano játszik. Ebben a filmben ez az ember valaha egy normális ember lehetett, még a gyerekének a halála előtt. Valaha jól mentek a dolgai. Volt egy felesége, volt egy gyereke. Volt egy munkája. Volt egy munkája, volt egy társa. A társa nyomorék lett, tolószékbe került, a gyereke meghalt, a felesége rákbeteg, nyilván elrákosodott, miután a gyereke meghalt, ezután, tehát leukémiás, és van hátra mondjuk egy fél éve, de hát inkább három hónapja, és ezek a tragédiák úgy megtörték ezt az embert, és mindeközben pedig annyira nem maradt semmi lesz, ami valója az életében. És egy meghalt, és egy özvegyet hagyott maga után. Ezekül még a jakuzának is, tehát a japán mafiának is tartozik ez a rendőr, kicsit furcsa elem a történetben. Hát mert hogy pénzt kellett felvennie a feleségének a kezeltetésére, nyilván a rendőröket se fizetik úgy, hogy akár mire teljen, vagy akár mennyire, úgyhogy elmegy bankrablónak, de azt is olyan hideg profizmussal hajtja végre, pontosan ismerve a rendszert lévén rendőr, egy rendőr autóval rendőr egyenruhában rabolja ki a bankot. Az brilliáns. Sok komikus elem is van, mondjuk a Woody Allen-től fogd a pénzt és pusított eszembe. Tehát ezzel a stand-up komedis arcával bemegy, mutatja a pisztolyát, bámulják, fölveszi a pénzt, elhajt a rendőrautóval. Igen. Az ahogyan megvalósítja a Kitano ebben a filmben azt annak az embernek a karakterét, akinek nincs vesztenivalója, ennél nincsen félelmetesebb.
Ennél nincsen félelmetesebb soha. Még nem találtak ki a kultúrtörténetben félelmetesebb embert annál, mint akinek nincsen vesztenivalója, mert már semmi sem köti az élethez. Annyiban nem félelmetes, hogy vannak még dolgai, vannak még jó cselekedetei, amelyeket meg kell csinálnia. Tehát ez a 4 szál, amit említettünk, ezt ő ebből a bankrablott pénzből lerendezi. Tehát visszafizeti a jakuzának, ajándékokat küld az özvegynek és a lebénult embernek, illetve a feleségét elviszi egy csodálatos utazásra Japán természeti szépségeihez. Hát igen, de abban is a gesztusainak a világa, a feleségének egy mondata van az egész filmben. Annyira kevéssel, annyira sokat mond el ez a rendező. A 4 filmet, amelyről beszélünk a mai adásban, még egy dolog nagyon összeköt, hogy mind a 4-nek egészen kiváló, kivételesen nagyszerű zenéje van. Ez nagyon-nagyon ritkán jön így össze, hogy 4 olyan filmről beszélünk, amiknek mindegyiknek első rangú a zenéje. Egy film jól elcsúszik közepes zenével is, hogyha jó film, jó forgatókönyv, jó rendezés, jó operatőr, jó színészek. De ezek a filmek, ezek ebben a tekintetben is egyedülállóak. Ez a zene zseniális, és nem Morricone, kérdezi a kedves hallgató. Nem, és nem Morricone, jó Hisaishi zenéjét halljátok, vagy hallottátok. Egy kicsit erről a karakterről, erről a Nishi felügyelőről, akit a Kitano játszik. Valaki, akit már semmi nem köt az élethez. Olyan pillanatok, olyan nyugalom, olyan nem is igazán lehet tudni, olyan, mintha Buddha lenne valaki, aki már túl van mindazon a szenvedélyen, amit az élet adni tud. Amikor ráfogják azt a fegyvert, és az ujját bedugja a kakas és a golyó közé, és úgy fogja véres lesz az ujja. Úgy, hogy véresre vágja a kakas az ujját, és úgy tartja azt a fegyvert. Tehát tehát olyan félelmetes az egész karakter, mivel hogy bármikor megölhetik, és nem veszít semmit, hanem csak megszabadul, ebből aztán olyan nyugalom fakad, és ettől válik abszolút legyőzhetetlenné, mert olyan pillanatokban gyilkol, amilyen pillanatokban más még beszél. ő nem akarja megúszni. Tehát, és ez a legyőzhetetlenségének a titka. És amikor már mindennel végez, és mindenkivel végez, akkor hát kilép ebből, de azt is olyan kegyelemmel teszi, és olyan felelősséggel teszi. Igen, de nem csak a rosszakkal végez, az előbb is mondtam, hanem a jókat még le kell rendezni az életében, mint egy bakancslista, a halál előtt, amit még meg kell tennie, azokat is szépen lerendezi ebből a rabolt pénzből. Érdekes a rablásnál egyébként, ő ugye nyomozó, tehát áruhában dolgozik, nem rendőrautóban. Az egyetlen alkalom, amikor rendőrruhában és rendőrautóban látjuk, igen, amúgy civil, igen. Az maga a bankrablási jelenet. Igen. Jó, hát egy gyönyörű szép film. Tűzvirágok, tényleg, és egy borzasztó szomorú film, egy nagyon-nagyon lehúzó, nagyon-nagyon lehangoló, nagyon lesújtó, és nagyon fájdalmas, és egy gyönyörű szép film, tehát tényleg a Tűzvirágok az hogyha sírni, ríni akartok, és hogyha olyan, azt akarjátok, hogy a fájdalom és a film karakterek iránti részvét az borzadállyal és rémülettel vegyüljön a hihetetlen, elképesztően erőszakos jelenetek nyomán, hát akkor látnotok kell, akkor mindenképpen. Én mindig félek a Kitanótól, mert ebben az emberben a japán népléleknek a quintesszenciája van jelen, ami annyira erős, és úgy mar, mint a sav, és rádömlik, és így szétéget, annyira intenzív. Még arra is van energia egy rövid másfél órás filmben, hogy egy ilyen film etűdöt rakjon bele, majdnem mint Huszárik Zoltán Szimbádjában, amikor a virágosboltnál megáll a lebénult férfi, és minden egyes virágról egy festmény jut az eszébe, és amit meg kell csinálnia, és ezeket a megvalósuló festményeket látjuk is, ahol mindig állatok, emberek vannak, és a szemük, fejük helyén virágok vannak. Előtte panaszkodott, hogy semmit sem találok, amit lefesthetnék, és ez a halálközelség, úgy tűnik, hogy Kitanónál is egy ilyen megkomolyodást és hatalmas ihletforrást hoz létre benne.
Jó dolog a szimbolizmus, és élvezem is, ha kapok mellé cselekményt, kapok mellé dialógusokat, és drámát. Tehát csak ne fuldokoljon a saját szimbolizmusában egy film lehetőleg, de hogyha megvannak ezek a szimbólumok, és vannak olyan rétegei, amik még talán az én számomra is hozzáférhetőek lesznek 10-15 éves viszonylatban, de nekem semmi kifogásom ellene. Hát ebben a filmben aztán bőven vannak ilyen szimbólumok, tehát az a hozzád hasonló elvontabb filmélvezők, nem az olyan konkrét bunkók, mint én, azok is nyilván találnak benne. De az Erőszakos Zsaru című filmjét szokták hasonlítani, ami legalább 10 évvel korábbi, és abban is egy hasonló karakterű Zsarut látunk, és pont ezek a lírai részek azok, amelyek többletet jelentenek ahhoz képest, és kitanul ilyen elszörnyedve beszél a korai filmjeiről, hogy szégyenkezik, amikor újra nézi őket, mert hogy azóta fedezte föl, hogy hogyan kell filmet csinálni. Jaj, szörnyű lett. George Michael is elmondta már sokszor, hogy ő soha az életben nem fogja előadni a Careless Whispert. Azt leshetik, hogy ez még egyszer elénekelje azt a számot. Arról szó sem lett. Ez a karakter olyan, mint a Dökkesejűben Cserhalmi írja nekünk a kedves hallgató. Igen, igen, Lisi felügyelő nagyon olyan is, nagyon jó, nagyon örülök, amikor jó filmes analógiákat hozunk, úgyhogy jó az analógia és jó a film. Igen, a Dökkesejű egy kiváló film, Cserhalmi kiváló benne, és a karakter nagyon hasonló. Igen, ez az ember, aki elrendezi a jókat és a rosszakat az életében, és utána úgy lép ki, mint aki teljesen tehertelen. Na igen, ezt a Tűzvirágok is tudja, úgyhogy ha valakinek bejött a Dökkesejű élmény, akkor a Tűzvirágok is közel fog tudni kerülni, vagy férkőzni a szívéhez, hogy ilyen borzasztó nyálasan és ilyen förtelmesen fejezzem ki magam. 0629986986 az SMS számunk, a kis szívetek rezdüléseit ezeken várjuk. A Tűzvirágok című film, ami annyira, de annyira jó, és annyira, de annyira szuggesztív ez a Kitano, hogy ez a legjobb szó, és talán nem is ismerek szuggesztívebbet, mint ő. Nem csak, hogy ritka jó a műsorotok, írja nekünk a kedves hallgató, de a lelkesedésed a hallgatókat is sikeresen arra késztet, hogy őszintén és bátran kimondjanak gondolatokat, véleményeket, érzéseket. Ilyen a Robi. Igen. Jó, mikor az ilyesmi ragályos. Mondjátok ki, csak mondjátok, ha jó hangosan. Na, a Tűzvirágokról még annyit, hogy ez tűzi játék az angol címe, igen, meg azt is igen. Jelenti az eredeti cím, csak a virág és a játék az minden a magyar szinkron az sosem éri be, vagy hogy a szinkron stúdió, akik a fordítást elkövetik, sosem érik be azzal, hogy lefordítsanak egy címet. Jó, ők mindig költők akarnak lenni. Jó, de a japánban ez is benne van, a japán címben ez is benne van, és a virág, mint szimbolika, már beszéltünk róla, az nagyon sokszor előtűnik, és nem csak a festményeken, hanem olyan is van, hogy zajlik valami erőszakos jelenet, és akkor a kamera megpihen egy tized másodpercre egy virágokat himbáló ágon. Nagyon érdekes lelkületű rendező. Nem tudom, tehát amikor például én ezekkel a fordításokkal mindig úgy vagyok, hogy a rendező ad egy címet. Érted? És hogy ebből miért kell verset írni, vagy miért kell, tehát, és a rendező mondjuk ad egy olyan címet, hogy A testőr, ugye ez a Bodyguard című film, és azt Magyarországon elkezdik forgalmazni, és az a címe, hogy több mint testőr. Hát mi többek vagyunk, mint az eredeti. Ez a magyar szinkron, ez több, mint az eredeti. Több, mint testőr. Na, Takeshi Kitano több, mint festő. Takeshi Kitano rendező, Takeshi Kitano színész, Takeshi Kitano forgatókönyvíró és producer, és mindegyikben kimagasló és egyedülálló, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy emellett író is, meg showman, meg amit akartok. Tehát ennek az embernek tényleg van egy nagyon sajátos világa. Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy van a film, az egy hatalmas nagy komplexum, és akkor ahhoz tartoznak rendezők. Itt inkább arról van szó, hogy létezik ez a Kitano, és mellesleg filmeket is készít, nem is akármilyeneket. De mint a Kitano nagyobb halmaz lenne egy fokkal. Több műfaj mestere. Igen, igen. Szóval a Tűzvirágok című film az tényleg ajánlható. Szerintem a legjobb Kitano film. Nem, sajnos a Kitanónak a kulturális színvonala sem mindig olyan magas színvonalú, vagy hogy is. Sajnos a teljesítménye az sokszor ingadozó. Nem mindegyik filmje ennyire jó, mint a Tűzvirágok. A Bábok című filmet lehet még kiemelni. Igazából ezek a jó... A japán bábművészeti hagyományok alapján teremt élő szereplős filmet. Igen, tehát ez egy kivételesen jó filmje a Kitanónak, ez is egy 8-as film, a Tűzvirágok. Nagyon ajánlott kategória. Igen, 8, én is. Na, hát akkor
Itt az idő, hogy tovább lépjünk a kínai filmekre. Azokra a kínai filmekre. Kínai nyelvű filmekre. Illetve kínai rendezők által kínai nyelven. Rendezőről van szó? Hát igen, Hongkongban kínaiak élnek, mint tudjuk. Na jó, de azért ez nagyon elkülöníthetően más filmnyelv. Van egy kis vita köztünk ebben a tekintetben. Azt gondolom, hogy Hongkongról lehet beszélni, mint egy országról a múltban. Lehet beszélni Hongkongról, mint egy olyan régióról, ahol más filmeket gyártanak, tehát hongkongi filmről és kínai filmről, de azt gondolom, hogy emberek azok kínaiak Hongkongban is. Tehát ez egy kínai rendező, aki Hongkongban gyártott filmet. Igen, és de nem csak a filmtörténetben, ennek a filmnek a történetében, hanem a film alkotását övező történetben is előtűnik ez a kínai-hongkongi ellentét. Uh-huh. Például eredetileg Pekingben akarta forgatni ezt a filmjét, de át kellett vonulni a Makaóra, mert bekérték a forgatókönyvét, és ő sosem dolgozik forgatókönyvből, ez a Wong Kar-wai, és miután nem tudta ezt fölmutatni, ezért kénytelen volt egy másik országba, másik szigetre átvonulni. Na hát a filmjén meg is látszik, hogy nem használ forgatókönyvet. Minek is egy filmnek forgatókönyv igazából? Itt van velük Wong Kar-wai. Tehát Wong Kar-wai minek? Tehát, de tényleg ez az ember ez forgatókönyv nélkül is, sőt úgy igazán. Gondolom az Oldboy is beférne ebbe az adásba, írja a kedves hallgató, ha nem beszéltetek volna róla számtalanszor, nagy kedvenc. Hát az Oldboy az persze. Természetesen az Oldboy az szerintem a legjobb távol-keleti film valaha, sőt. Brutalitás és líra. Hát na jó, de még olyanabb, mint valaha. Tehát az annál brutálisabb, és annál gyönyörűbb, és annál drámaibb, és megrázóbb, és felkavaróbb, és tabutörőbb, és igazán mélységes, mély, nyomasztó, irdatlan, mélységes szintekre visz le téged az a pokol, olyan, mint egy pokoljárás az a film, annál borzalmasabb, annál nagyobb tétje nincs filmnek, mint az Oldboy című filmnek. Az igaz. És ott a vegetáriánus színésznek be kellett kajálnia élőben azt a lábas fejűt, az egy borzalmas jelenet. Fú, én csodálatos és borzalmas jelenetnek a sorozata egymás után. Az Oldboy az, tehát ha távol-keleti film, akkor Oldboy. Mi nem beszélünk most koreai filmről, mi most kínai filmekről fogunk beszélni. Vagy hát egy Hongkong, illetve egy kínai filmről. Ez a film, amiről szó lesz, az a Szerelemre hangolva című film. Ez egy végtelenül dagályos, elképesztően unalmas és végtelenül rossz film. Az előbb dicsértétek a Robit, hogy milyen szenvedélyesen tud a filmekről beszélni. Most ebben meghallgathatjátok hát a negatív oldalát. Hát ez förtelmesen rossz ez a film. Gyakorlatilag nézhetetlen. És ez egy annyira népszerű, egy széles körben annyira elismert film. Mondjuk, amit el kell ismerni, hogy zseniális zenéje van. Tehát tényleg brilliáns zenéje van. Ez a rendező, mivel hogy forgatókönyvet úgysem használ, ez a rendezőnek látszó valaki, ezért aztán ezt a zenét bejátsza a filmben 6-szor. 6-szor lejátsza végig ezt a zenét, úgyhogy így a kamerával így mutatja a hősöket, ahogy így esznek, meg ülnek, meg néznek. Mindig filmben áll, Robi. Néha esznek benne, néha videóklip, tényleg? Mindegyik film, mindegyik rendezőnek van pofája 6 videóklipet bevágni ugyanarra a zenére. Mindegyik tök unalmas videóklipet. Más, amikor ott ül, meg amikor föláll. Hát az olyan események vannak ebben a filmben, a 40. percben például így megfordul, és viszonylag gyors. Olyan izgalmas, hát olyan, tehát ez a film, ez tényleg olyan, hogy túl kell élni, de nagyon nehéz. Elhallgatott vágyak filmje egyébként. Ez az elhallgatott vágyak és a meg nem nézett filmek élménye. Ez a film olyan, hogy bárcsak meg se nézted volna, de miután megnézted, azután se láttad. Mert nincs benne semmi, ami érdemes lenne arra, hogy megjegyezd, hogy egyáltalán visszamaradjon belőle bármiféle élmény. Ez az egyik legtúlértékeltebb film valaha, ez a film a Szerelemre hangolva, és annak a tényleg csodálatos zenéje, de 6-szor azért már egy kicsit sok. Atya világ, mennyire gyönyörű ez a zene. Ez valami... Akár 6-szor is elhallgatnánk egy filmet. Valami csodálatos. Ja, csak ne kéne közben embereket látni, hallgatni, ülni, enni, és nem beszélni. Ital férfinő. Na, az Ital férfinő az egy kiváló film. Ne is vessük össze, ne is említsük egy lapon ezzel. Hát igen, ha Ang Lee-re bíznak egy filmet, akkor ott nagy baj nem történik, ha csak nem Hulkról van szó. Hát ez a Wong Kar-wai.
és ez az ő filmje. Tehát nincs forgatókönyve, két szupersztár színésszel dolgozik, és eredetileg a hármuk alapötlete az volt, hogy sokkal szenvedélyesebb lesz a film, akár szex jelenetekkel is, de úgy gondolták végül mind a hárman, hogy inkább a kimaradt, vagy elmaradt szeretkezés, elmaradt beteljesülés filmje lesz ez, mert ez következik jobban ezekből a karakterekből. Itt van ez a két karakter, Mrs. Chen és Mr. Cho, akik szomszédok, együtt költöznek egy bérházba. Úgy tűnik, hogy véletlenül, később kiderül, hogy egyáltalán nem véletlenül, hiszen az ő házas társaik azok szeretők, és összejárogatnak, és hanyat homlok kefélnek minden délután. Sajnos ezt nem látjuk. Ezek meg nem, az egy másik film. Azt nem látjuk, mert ahhoz talán nem tudom én, forgatókönyv is kellett volna, azok nyilván beszéltek is volna egymással, vagy bármi, azt hagyjuk, azt felejtsük is el. Ezért aztán a házastársakat, azokat nem is látjuk, de meg se jelennek a filmen. Hát egyszer hátulról látjuk az egyiket, és a hangját halljuk a másiknak, ennyit szánt rájuk a rendező. Hát igen, világos. Tehát olyan karakterekre, akik cselekszenek, akik cselekményt vinnének a filmbe, azokat ne is mutassuk meg, csak sejtsük, hogy ott valami vaderotika az ajtó mögött zajlik. Sejtéseinkre vannak bízva, azokban a dolgokban ez a rendező kiválóan teljesít, amit meg kéne mutatni, vagy elénk kéne tárni. Hát ez a szerelem hangulatát mutatja be ez a film, nem a szex hangulatát. In the mood for love. Igen, itt a hangulatokról, igen, tényleg a hangulatokról van szó. Ez a két felszarvazott hitves, ez elkezd találkozgatni egymással, már csak azért is, mert unatkoznak, meg mert a házastársaik azok annyit dolgoznak, értitek? Dolgoznak egymáson, és ezért aztán elkezdenek randizgatni. De annyira képtelnek nyitni egymás felé, mert annyira le vannak gátolva, annyira le vannak fagyva, annyira le vannak merevedve, mint ez a film. Tehát a film az átvette, megfertőzték a filmet a cselekvésképtelenséggel. De miért vannak lemerevedve? Hát ne házasok. Hát azért nem. Hűségesek. Hát igen. Tehát ennél több erkölcsi felhatalmazást nem kéne kapniuk ahhoz, hogy azért ismerik egymást, mert összeköltöztek gyakorlatilag, pofátlan módon a hitveseik összeköltöztek egymással, hogy minden nap gyömöszölhessék egymást a szomszédban. De el is hangzik, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint a ők. Ők pont azt nem akarják elkövetni, ami miatt annyit szenvednek. Igen, ők már nem azt követnék el. Tehát nem lennének olyanok, mint ők, akkor sem, ha ugyanúgy, vagy még úgy abból élvezkednének, mint ők, mint a hitveseik. De miért nem lennének azok? Hát mert azok csalták meg őket, ők meg ehhez a helyzethez alkalmazkodnak. De pont erről szól a film, hogy ez nem ad felhatalmazást, mert nem csinálok segget a számból, valamit elhatároztam annak idején. De már, régen nem, az, de már régen nem az zajlik, amit elhatároztam annak idején. Bennem még az zajlik, a házas felem már kilépilátszik. De mégsem, mert ezek szerelmesek lesznek egymásba, és akkor már aztán ebben azért, mert ha ezek kölcsönösen szeretnék az ő csaló hitvesüket, akkor érteném a helyzetet, de miért? Miért? A neveltetésük, hát vagy van ez a sötét dogma, hogy azt mondod, hogy holtodiglan, és akkor akármi történik, ha agyba főbe vernek, rugdosnak, kirugdossák belőled a gyereket, szénné csalnak, a csillagot az égről lehazudják, te akkor is holtodiglan, mert olyan vagy, mint egy gép, akit beprogramoztak ott az oltár előtt, és most már neked ezt végig kell csinálni. Tehát ez nem dogma, borzasztó. Ez nem más mondja rád dogmára, hanem te határozod el. Nem, ezt valaki rádolvasta, és már nem tudsz határozni. Pont arról van szó, hogy te már nem tudsz már nem tudod ezt a döntést. Dehogy nem, elhatároztad, szabad akaratodból, és az a kérdés, hogy tartod-e magad hozzá. Ez adja a film feszültségét. Én szeretem az el nem csókolt csókok filmjeit, és szeretem az nem övelt öleléseknek a filmjeit. Ilyen például a Napok Romjai című film. Vannak olyan filmek, és vannak olyan filmesek, és vannak olyan rendezők, akik értenek ehhez, és jól meg tudják mutatni azt, ami mögé rejtik a szenvedélyüket, a vágyukat a hősök. Itt is például Mon Carvaj nem ilyen, mahjongoznak. Hát tényleg, de a közben se. Nem, az egész arról szól, hogy a szomszédoknak a képmutató, vizslató tekintete elől menekülnek. Igen, igazából. Nem is a házas feleik gyanakodnak, hanem a szomszédok. Azok élvezik a szabadságot. A szomszédok, a képmutató szomszédok, azok, akiknek nincsen saját életük, nincsen saját magánéletük, és mindent elkövetnek nap mint nap a
kulcsluknál térdepelve, hogy másnak se legyen lehetőleg magán élete, ha már nekik nincsen. Ezért aztán olyan kedves játékos perverziókba menekülnek a mi hőseink, hogy elmennek vacsizni, és akkor a egyik az azt vacsizza, amit a másiknak a felesége, a másik meg azt, amit az egyiknek a férje. És akkor megkóstolják, hogy milyen a házas élet, de nem ám úgy, hogy a másiknak az izéjét beleveszed a te szádba, úgy nem szabad, hozzá ne nyúljál, a kezedre csapok, hanem úgy, hogy a mogyorós csirkét szereti az én hitvesem, és söpögtet mellé ilyen csípős szószt, és a csípős szószba mártogatja a csirkét, mert a hitvese úgy szereti. Milyen érdekes íze van. Milyen jó lenne, a Robi gúny nélkül adná elő. Pontosan ez a film lényege, ezek a finom, pici érintések. Suttogások. Finom, pici suttogások forgatókönyv nélkül Von Kar-wai rendezésében 98 percen keresztül. Hát, ha ezt vállaljátok, lelketek rajta. Most sikerült 4,5 percbe összevágnom a film összes dialógusát, tehát most már mindent hallottatok. Így némi zseniális vágói teljesítmény. Igen. Én szeretem ezt a lassú, mégis túlfűtött érzékiségű filmet. Erről van szó. Túlfűtött érzékiség? Egyszer az egyik a másik vállára hajtja a fejét. Hát még összeére kisújjuk a taxiban. Igen, a kisújjuk. Azt hitt nekünk, kedves hallgató, azt írja, azt hittem, harakirit követek el, amíg vége lesz a filmnek, de tényleg az a lényeg, hogy az elfojtott érzelmekkel telített, beszabályozott élet hangulatát ábrázolja, amiben a karakterek szenvednek. Ez így jó. Hát már akinek jó a harakiri. Nem á, vágyakozás mindenfélére, szokásos elfojtás, stb. Valamiről csak szól. Bár nekem se szívem csücske ez a film, írja a kedves hallgató. Á, ez a kirohanás fájt. Általában egyetértek, de ez rosszul esett. Valószínűleg ez női és homokult film, írja nekünk Evik. Homokult? Hát arra nincs szó benne. Nincs, de valószínűleg a melegek meg a nők szeretik ezt a filmet, nem a férfiak, erre utal a kedves hallgató. Uh-huh. És én értem, hogy mire utal. Bár szeretünk úgy csinálni, mint akik nem is értjük ezt, hogy érted ezt, vagy hogy gondolod ezt a homó, nincs is benne ilyesmi. Szóval, ez a kulcsukon keresztül beszivárgó figyelme a szomszédoknak. Ez a mindent behálózó pletyka, ami elől rejtőzködnek a mi hőseink, és a kis szoba rejtekében, ahelyett, hogy kefélnének, esznek együtt. De annyira civilizáltak, és annyira tartják magukat, mint ez. De olyan nem mazsongoznak a kis szobában. Kifelé jövünk a kollektivizmusból, ahol semmi sem volt titok, mert nem lehetett titok semmi, és nem is volt igény arra, hogy titkos legyen bármi, mert kollektív volt az élet. A régmúltban, és megyünk bele egy nagy individualizmusba, ahol meg már semmi nem lesz titok, mert senkit nem fog érdekelni a dolgod, és senki nem lesz kíváncsi a dolgaidra, mert mindenkinek hasonló dolgai vannak, és a tévéből is megkapod a hasonló dolgokat, reality show-ban, nincs értelme a kulcsluknál térdepelni, mert sokkal egyszerűbb a nagyképernyős tévén nézni a reality show-t, a való világot, vagy bármilyenfélét, vagy akár a Facebookon szörfözni, és itt vagyunk a félúton a senki földjén. Már nem a kollektivizmusban, de még nem az individualizmusban, és itt a pletyka, a figyelem, a képmutatásnak ezek a mindenkit behálózó pókfonalai, azok, amik beszövik a hőseinket és a hőseinknek a lelkét, nem csak a saját bűntudatukkal kell megküzdeniük, hanem ezzel a polgári erkölcsel, aminek az erkölcshez természetesen semmi köze nincsen, amely folyamatosan vizsgáztatja őket percről percre, de még csak az se szó szerint szóról szóra kérik rajtuk számon az életüket a szomszédok, hanem vacsora a vacsora menüjének az ismertetésébe rejtve, azok mögé rejtve. Annyira képmutató ez az egész világ, és hogy erőszakoskodnak velük, hogy bevonják őket a saját világukba, azért, hogy együtt legyenek boldogtalanok, és azok egy pillanatra se kerülhessenek az ő látóterükből ki, mert akkor talán boldogok lesznek egy 5 percre, talán 5 perc is elég nekik egy zárt ajtó mögött, hogy elélvezzenek. Jó estét, Csenasszony! Hangokat hallottam, azt hittem megjöttek kúék. Még nem. Miben segíthetek? Ó, csak egy kis csevegésre vágytam. Egyedül van? Igen. Milyen korán hazaért? Haza kellett jönnöm. Nagyon fáj a fejem. Van otthon gyógyszerem. Szívesen adok. Ne fáradjon. Az alvás rendbe hoz. Jó.
Akkor nem zavarom. A feleséged volt. Mi a film címe? Lemaradtam, írja a kedves hallgató. Szerelemre hangolva. Semmiről nem maradtál le. Úgy ez a filmmel kapcsolatban a legtöbb, amit mondhatunk, hogy ne jegyezd meg a címét. Meg kell nézni, gyerekek. Egyébként egy trilógia középső darabja, a Vadító, Szép napok és a 2046 között helyezkedik el, és a három filmet a főszereplő nő köti össze. Sue Lee-nek hívják a filmbeli nevén a hölgyet. Egyébként gyönyörű és modell volt hajdanán. Nem emlékszem. A nem látható házastársaik valószínűleg szeretik egymást, vagy csak szexelni járnak össze. Ez mert nem akkor érthető és sem. Tök jó. Oké, richtig nem akarják ugyanazt elkövetni. Még egyszer bejátszuk nektek azt a részletét a filmnek, amit még a kis hírek előtt. Hallgassátok meg, mi történik akkor, amikor az asszony, sejtve, hogy a szomszéd asszonyánál van a férje, ott van bent, valószínűleg mesztelenül, bekopog, és valami kis ürügyet, még ő hazudozik, még ő kitalál valamit. Lehet, hogy macsongoznak, nem Robi? Igen, egészen valószínű, hogy macsongoznak, és még ő az, aki zavarban van, szóval ez az egész szituáció, hogy hogy fordulhat ilyen elő, ezt én egyszerűen nem értem. Jó estét, Csenasszony. Hangokat hallottam, azt hittem megjöttek kúék. Még nem. Miben segíthetek? Ó, csak egy kis csevegésre vágytam. Egyedül van? Igen. Milyen korán hazaért? Haza kellett jönnöm. Nagyon fáj a fejem. Van otthon gyógyszerem. Szívesen adok. Ne fáradjon. Az alvás rendbe hoz. Jó. Akkor nem zavarom. Kihallatszik az ajtón, ahogy azt mondja, hogy a feleséged volt, és ez a mi hősnőnk ezt hallja. Tehát Csenasszony hallja, ahogyan a szomszéd azt mondja a férjének, hogy a feleséged volt, és ezután ő nem dörömböl be, és nem mondja azt, hogy tudom, hogy itt van a férjem, ne hazudja már azt, hogy alszik, már beszéljük meg, vagy váljunk el, vagy szexeljünk hármasban, vagy négyesben, vagy valamit találjunk már, valamit kezdjünk már. Nekem teljesen mindegy, valamit kezdjenek már a helyzettel, ha szabad, de hogy ilyen pofátlanul adja elő ez a szomszéd, és ennek semmi következménye nincsen, ezt nem értem, ezt lehet, hogy kulturálisan nem tudom beágyazni, lehet, hogy ez egy másik kultúra, hogy lehet valakiknek a vérükben ennyire a képmutatás, hogy föntartanak egy olyan képmutató hazugságot, ami őket kizárólag sújtja, kizárólag sérti, ami őket megfosztja a méltóságuktól, megfosztja a hitvesüktől, a szerelmüktől, az életüktől, és föntartják, miért, kinek tartoznak ezzel a hazugsággal. Nem értem a drámáját. Ahhoz át kell, hogy tudjam élni a hősöknek a helyzetét, ahhoz, hogy a drámájukat meg tudjam élni. Nem tudom megérteni, hogy miért viselkedik így ez a nő. Miért tűr, mint egy birka? Hát abban reménykedik a hölgy, hogy megcsalás elmúlik, és a házasság meg fönnmarad. Persze, hogy nem érted más kultúra, mi ezeket másképp éljük meg. Hát én meg csak örülni tudok, hogy a bolygónak erre a felére születtem. Bocsánatot kérek. Egyébként a rendező lábfetisiszta ugyanúgy, mint Quentin Tarantino, vagy mint Jómagam. Tehát a sok kamera beállítás, a lábfejre koncentrál, úgy mennek a szereplők. A papucsnak szimbolikus jelentősége van, a film végén újra visszatér. Hát imádjuk a Jackie Brownban Bridget Fondának a lábújgyűjét mindnyájan. A fontos dolgokat kell megmutatni egy rendezőnek, és Tarantino tudja erre ezt. Van szó. Váltsunk egy újabb kínai filmre, egy újabb Pontozás. Kínai rendezőre. Ja, hármassal, tízes skálán, egy jó hármast érez a film nálam, igen, nálam. De úgy érzed, hogy túlpontoztam, vagy nem tudom. De ez egy olyan film, ahol a két főszereplő a 30. percben beszél először egymással. Csak romantikus, érzékeny lelkű, szentimentális embereknek ajánljuk, nálam 6 és feles. Szentimentális, romantikus emberek is óckodhatnak, joggal óckodhatnak ettől a filmtől, de persze, nézzétek meg, hogyha úgy gondoljátok, hogy nagy tragédia nem lesz, tehát így remélhetően senki nem fog belehalni, remélhetően nem kaptok agyvérzést, sokkal nagyobb baj is történt már, például a Hiroshima-nál.
Tehát, hogy annyi rosszabb dolog történt, mint hogy megnézitek ezt a filmet, és meg annyi jobb. Egyébként lehet, hogy beteljesül a szerelmük, erről majd lehet vitatkozni a kijöve a moziból. Hát valami, még a végén valami ocsmánság történik velük, amit azért már nem mutat meg a rendező. Tehát még a végén lehetséges, hogy azért csókoloznak például. Mégiscsak beleürítenek a saját fészkükbe. De nem, hát konkrétan arról van szó, hogy te arról beszélsz, hogy a filmnek az a vége, ezt a filmet nem lehet spoilerezni, mert az történnie kéne benne valami. Hát ez cselekmény is kell ahhoz, hogy... Kisgyerek tűnik föl a végén. Föltűnik, tehát mutat a kamera egy kisgyereket a végén, ebből az én kedves kollégám Szabolcs arra tippel, hogy a férfi elvált, csinált egy gyereket a nőnek, amit a nő a férjével nevelget együtt. Tehát, hogy sikerült megfertőzni a saját életüket is egy hazugsággal, tehát belemenekültek, tehát valóban lealjasodtak oda arra a szintre. Gyümölcse lett ennek a gyönyörű szerelemnek, Robi. Hát egy, hogy mondjam, egy olyan gyümölcse, amellyel kapcsolatban, hát hogy mondjam, nem a férfi neveli, hanem a gyűlölt csaló, ellenlábasa a hősünknek. Igen. Az neveli azt a gyereket. Miféle gyümölcs ez? Az én számban megkeseredne. Nem tudom, tehát hogy aki ilyen gyümölcsöt szeretne, az annak ajánljuk a szerelemre, hangolva. És valami titkot suttog a fába a végén a főhős férfi. Hát nem tudjuk meg sosem. Hát nem egy Expendables, az biztos, írja a kedves hallgató. Jaj, drága kenyér. Következzen. Ugorjunk. Igen, ugorjunk Ang Lee-re. Ang Lee szerintem minden idők legjobb távol-keleti filmrendezője. Tehát miért is véljük azt, hogy egy olyan rendező, aki az Értelem és Érzelem című filmet rendezte, ami hát annál angolabb film nincs, vagy annál ritebb film nincs a világon, ez az olyan, mint hogyha egy felsőházi tag rendezte volna azt a filmet. Vagy egy olyan rendező, aki a Brokeback Mountain-t rendezte, hogy ez egy, miért is gondoljuk, hogy kínai rendező, na ez a film, amiről most fogunk beszélni, ez egy tőről metszett, ízig-véri kínai film, kínaiul forgatták, kínai szereplőkkel, és hát a kínai rendező, aki megjárta Hollywoodot, és megjárta a félvilágot, és visszatér Kínába, és hát nagyobb rendezőnek bizonyul új fent, mint valaha és mint bárki. Az ételital férfinő az még Hongkong, az ellenséges vágyak meg már Shanghai. Tehát az ő visszatérését követő, és egyik jobb film, mint a másik. Hát Ang Lee nem tud veszíteni az erejéből, és az ő filmjei nem tudnak veszíteni a sodrásukból és a hatásukból, azt kell, hogy mondjam. Az ellenséges vágyak az egy olyan film, minél sokkal jobbat nem nagyon lehet forgatni. Egy brilliáns film. Egyszerre egy kémfilm, és egyszerre egy romantikus film. Erotikus thriller. Igen, erotikus thriller. Elképesztően erotikus. Ilyen gyönyörű szex jeleneteket én az életemben nem láttam. A hosszú változatot nézzétek, Kínában cenzúrázták a 7 perc szexet, úgyhogy a kínaiak tömegesen mentek át Makaóra megtekinteni azt a 7 perces szex jelenetet. De két szex jelenet, ez így három szeretkezés, ez így együtt 7 perc? Igen. Hát az valami gyönyörű, de komoly, tehát hogy az erotikához így érteni, és amennyire diszkrét és megkímélt minket az eféle részletektől a rendező a Brokeback Mountain esetében, a Túl a barátságon című, majd a magyar fordítás megint bravúros sikerült a cím lényegét megragadni. Ős törött hátú hegy. Igen, esetleg a Brokeback hegy. Mit szólsz egy ilyen címhez? Mintha a rendező is talán ezt akarta volna. Szerintem a rendező szándékával ez egyezett volna. Na se baj. Ki is az a rendező? Mikor mi forgalmazunk? Szóval... A szexről érdemes beszélni ebben a filmben, azért nem rögtön gyönyörű, mert az első, amikor először együtt van a főhős és a főhősnő, az azért valljuk be egy megerőszakolós jelenet. A film főhős, a Kína-Japán megszállása idején játszódik a történet. Tehát van egy ilyen történelmi vonal. Egyébként játszódhatnék Magyarországon, Lengyelországban, vagy bármilyen nácizmus által megszállt országban. És itt a kollaboráns kémfőnök, vagy a titkos rendőrség főnöke, tehát egy ilyen, mit tudom, Péter Gábor típusú ember, az, aki a férfi főhős, ugyanaz a szereplő egyébként, a Tony Leung, mint az előbb említett filmnél. Igen, csak itt szerepe is van, azért jó. Itt mindig jobb, egy jó színész mindig jobb, hogyha kap szerepet, kap karaktert, vagy kap szöveget mondjuk, amit elmondhat. Tehát sokkal tágabbak a lehetősége ilyenkor, mint amikor nézni kell megenni, meg mártogatni. Igen. És nem más a célja egy fiatal hölgyikének, mint hogy egy összeesküvés szőjön ellene, és meggyilkolják egy kis színjátszó csoporttal.
Pedig nagy rendezésnek tartják az In the Mood for Love-ot. Igen, tudjuk, hogy hatalmas rendezésnek tartják az In the Mood for Love-ot, de az ellenséges vágyak érthetőbb Európában. Az ellenséges vágyak egy kiváló film, az az igazság. Az In the Mood for Love, képzeljétek el, egy 8.1-es film. Tehát a szerelemre hangolva, amiről én az imént 3-as merészeltem adni, ez az IMDb-n egy 8.1-es film. Nem viccelek, tehát ez egy... Érzék kell hozzá. Kimagaslóan sikeres film. Mondom, lelketek rajta, aztán engem ne találjatok meg, ha rossz volt. Jó, én szóltam időben. Na, ezzel, Robi mondta. Ezzel szemben az ellenséges vágyak az egy brilliáns film. Egy színjátszó csoportról szól, amelyik úgy dönt, hogy merénylőnek áll. Ugye a színészettől nem áll távol a kémmesterség. Kémeknek is színészkedniük kell, csak hát éjjel-nappal, reggeltől estig, és aztán a színjátékon belül kell színjátszaniuk. Hát a mi hősnőnk, aki beépül ennek az egyik miniszternek, a kollaboráns kormány, a japánok, Kínában állomásozó japánok kollaboráns kormányának egyik minisztere családjába épül be a mi hősnőnk, és a játéka az két fenekű doboz. Egy buta lányt játszik nagyon okosan. Ezért mindig veszít a mahjongban. Mivel, hogy még akkor is a legjobb alapjárása. Igen, és amikor nyer, alig veszi észre, hogy nyert. Ez most azt jelenti, hogy nyertem. És ott bosszankodnak körülött, hogy ez az ostoba ekkora szerencséje, hogy lett. Ma velem van fortuna. Tehát egy igazán buta, szilikonos, az a jó, még legyek sztereotípabb, nem ilyen műkörmös, mi az a hidrogénperoxidos, az az igazán buta csajt játsza. Közben félelmetesen intelligens és elképesztően veszedelmes kígyó, de hát mit csináljunk, ha egyszer igaza van? Senki nem tud a japánokkal azonosulni ebben a filmben, főleg azért, mert a főhős, akinek a bőrére megy a játék, ő egy annyira aljas szemétláda, és ez nem csak abban nyilvánul meg, amilyen élvezettel beszél a gyilkolásokról, azokról a fasiszta rémtettekről, amiket a japán uralomnak az árnyékában tesz. De hát ideológiailag hogy lehet megmagyarázni egy ilyet? Hogy ide jönnek a japánok, és én leszek a gyilkosuk, én leszek a hóhéruk, és kínaiakból bányákat, kínaiak holtesteivel bányákat töltetek fel. És ez a pici hazafias színjátszó csoport összeszövetkezik a megölésére, de aztán lassan kiderül egyrészt, hogy a lánynak nem olyan könnyű megjátszani a magát, különösen a szexjelenetek nyomán, azok nyomán. Mert egyszerűen annyira a nagy szerencsétlenség ennek a lánynak, hogy annyira együtt van a kémia nekik, annyira jó nekik együtt. Az első férfi az életében, illetve volt egy ilyen béna próbálkozás, igen. A színjátszó csoport egyik tagja megpróbálta beavatni a hölgyet, de előtte csak utcanőkkel volt dolga a férfinak, úgyis bánt vele. Igen. És aztán itt jön ez az ember, aki úgy igázza le ezt a nőt, és úgy dominálja le ezt a nőt, hogy az valami borzalmas, valami köpedelmes. Tehát így néha rossz nézni, aztán meg egyre jobb. Tehát hogy egyre jobban belejön, hát eleinte úgy bánik vele, mint egy kutyával. A kutyát nem szokás meghágni, legalábbis a mi kultúrkörünkben, legalábbis nyilvánosan. Korbácsolja, és utána hát valami förtelmesen bánik. Ez egy igaz, olyan, mint egy vadállat. Tényleg egy vadállat. Tehát az a szerencsétlen Tessetosa Senkiházi, aki az előző filmben ugyanennek a színésznek a Tony Leung Chiu-Wai-nak a játékából kibontakozik, az most valami tök ellentétes ezzel, és tényleg egy félelmetes, és egy veszedelmes, és egy rettenetes figura. Erre a filmre szokták azt mondani, az ellenséges vágyakra, hogy ez a kínai Casablanca. A Casablanca egyébként meg is jelenik a filmben, egy film a filmben, tehát egy utalás is zajlik. A kémfilm és a szerelmes film ötvözete. Ez a Casablanca, és ez az ellenséges vágyak. Múltkor összefutottam egy Tasso nevű fiúval a szülővárosomból. A bátyám egyik jó barátja volt a suliban. A helyzet az, hogy úgy hallottam, egy kollaboránsnak dolgozik. Wang Yingwei legfontosabb ügynökének, aki Yi álnéven működik Hongkongban. Wang Yingwei meg az ő béke mozgalma. Áruló kutya mind nem mások, mint a japánok csicskásai. A lényeg jelenleg az, hogy Yi híveket toboroz nekik Hongkongban. Szerencsére összefutottam Tassóval. Óriási lehetőség. Mégis mire? Most nem a színházra gondolok. A közönség szánalmas könnye és kiáltozása. Semmi ahhoz képest, hogy végezhetünk egy húsvér árulóval. Jön a nyári szünet. Mindjárt itt van. Álcáznánk magunkat, és beférköznénk Yi házába.
Ki tudja, Tasso talán még be is mutathatna minket. Szereznénk fegyvereket. Hogy gondolod? Mi még sosem öltünk embert. Legfeljebb a színpadon. Szerintem ez... Ha egy igazi árulóval áll szemben, aki elárulta a népét, a gyilkosság nagyon is könnyen megy, hidd el nekem. Inkább az a baj, hogy még nem tettük meg. Élet-halál kérdése. Jól gondoljátok át. Ha már megtesszük, legyen értelme. És ha majd meghalunk, megbánás nélkül tegyük. Öljük meg Wang Yingwei egyik pincsiét. Benne vagyok. Én is. Természetesen mi is. Én senkit sem kényszerítek. Rendben van, én is benne vagyok. Na hát igen, megkaptuk a választ a kedves hallgatótól. Már ami a Szerelemre hangolva című filmet illeti. Hogy milyen a visszafojtott vágy, Anglia Tigris és Sárkány című filmben megmutatja. Na igen, az a film a visszafojtott vágyról szól, és még meg annyi mindenről, de milyen gyönyörűen és milyen tökéletesen. Na igen, az Anglinek a Tigris és Sárkány című filmje az 10 pont a 10-es skálán. Az a legnagyobb film, az, ami a filmből kihozható maximum. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Ellenséges vágyak ne lenne egy szinte tökéletes film, de hát az Angli keze alól csak és kizárólag szinte tökéletes filmek jönnek ki. Ennél izgalmasabb, ennél fordulatosabb, ennél igazibb film. Hát az a gyilkosság, hát na jó, az a legkeményebb, az a legdurvább, az a gyilkosság, amit az áruló kollaboránsnak a csicskásán elkövetnek. Aha, megpróbálják megzsarolni őket. És egy hosszú gyilkolási jelenet veszi kezdetén. Én azt imádom, amikor az erőszak olyan naturális, hogy elhiszem azt, hogy valaki meghal éppen. Tehát nem olyan szimbolikus, vagy nem olyan ikonikus, amilyen a gagyi pisztolypörgetés nyomán, hanem olyan, mint amilyen a taxisofőrnek a végén, amikor Travis Bickle leszámol. Olyan esendő, olyan vagy véres. Vagy a Kieslowski 10 parancsolatában van, amikor a taxis megfojtja. 3-at meg 4-et kell belelőni, és még mindig mozog, és úgy kell agyon szúrni, és a végén meg ki kell törni a nyakát, és akkor még mindig ráng. A halál nem olyan, tehát nem olyan, hogy dördül, az eldől, és vége, és kivettük a képből, kivettük a jelenetből, nincs több szövege, és akkor ő ott eltűnt. Tehát nem így megy, nem adja olyan könnyen. És nem arról van szó, hogy nem adja olyan könnyen, hogy nehéz megölni, hanem hogy magadat is meg kell ölnöd, miközben megölöd, hogy 6 ember kell egyet megölni, mert kettőnél többször senki se tud beleszúrni, mert mentálisan nem bírod el egy másik embernek a testébe szúrni egy kést. Tehát, hogy ennek tétje van az emberi halálnak, tétje van az erőszaknak. Hogy ezek a dolgok, amikor történnek, akár egy filmben, akkor azok nem lehetnek ennyire könnyűszerrel, nem történhetnek ennyire szimbolikusan. Vagy hogy fogalmazzak, ikonikusan. És ott valami megtörik a csoportban, tehát az is zseniális, hogy az Angli megmutatja, hogy mennyi emberi érzés rejtőzik ebben a szörnyű titkosrendőr főnökben, és hogy ebben a patrióta, hazafias, a hazáért buzgó csoportban is mennyi gonoszság, aljasság, emberi gyengeség lakozik. És akkor a végén már összemosódik hát jó a számomra és a rossz. Nem, a számomra nem mosódik össze a jó és a rossz. Én a végig lányban pontosan... is összemosódik. Ez a film csak tanulja. A lányban se a jó és a rossz, de ne lőjük le ezúttal. A lányban sem mosódik szerintem össze a jó és a rossz. Szerintem a lány az egyszerűen szerelmes lesz, és ezért... Hát de kibe? A szerelem milyen szép, hát és egy milyen undorító alakban lesz szerelmes. Igen, borzasztó, és pedig hát ott volt a tökéletes alany, akinek a hazája fontosabb volt, mint a szerelme, pedig már jól végig szeretik egymást. Jó, ez a film annyi rétegű és annyira gyönyörű. De ez a fiú mondom, az is kiszolgáltatta, hogy egy másik fiú vezesse be szexuálisan ezt a lányt. Tehát nem állt ki érte, és csak már eltelik másfél a filmből, amikor először megcsókolja a lányt. Ja, Istenem. A Tasso-nak a meggyilkolása, az a jelenet, ahogy így kell bánni az erőszakkal a filmen. Annyira ez a film olyan, hogy ez pont így történik, minden illúziót szerte foszlat. Itt nem romantizálunk semmit. Itt ez így történne a valóságban, és olyan szörnyű, és olyan lehangoló, és olyan lesújtó, és olyan nyomasztó a vége, pont mint a valóságban történne. Ez egy minden ízében valódi, végtelenül naturális, úgy a szexben, mint az erőszakban. Ez a rendező, az Angli nem lirizálja az erőszakot, mint a Kitano. Az Angli az erőszakot naturalizálja. Uh-huh. A végtelenségig, az elviselhetetlenségig. Hogy egy kicsit te is meghalsz annak a jelenetnek a során. Nem élvezel, nem elélvezel, miközben emberek halnak meg a képernyőn, ahogy a Kitanónál, hanem te magad szenvedsz ki annak az embernek a nyomán, aki az áldozat. Valami álomszép ez a zene.
tökéletes rendezés, tökéletes játék, tökéletes forgatókönyv, tökéletes zene, és minden ízében tökéletes film, vagy ha a tökéletességet lehet ostromolni, akkor csak így 160 percen keresztül, közel 160 perces film, úgy, hogy minden pillanata élvezetes, minden pillanata fordulatos, és minden egyes pillanata szenvedélytől, és erőszaktól, és izgalomtól, és valódi téttel rendelkező valódi hősöktől hemzseg. Ez az ellenséges vágyak Ang Lee filmje. Mondtam Yitai-tájnak, hogy jövő vasárnap elutazom. Ő is ott volt. Nem hiszem, hogy visszatáncol. Ez remek. A vénfarkas végre elengedi az őrét. Ha megvan a hely, akkor végre beindítjuk. Még nem. Mire várunk? Információk kellenek. Lecsapott a fegyverekre. Azokra, amiket az amerikaiak küldtek nekünk. Hatalmas veszteség volt. Különös, hogy a japánok is le akartak csapni rá. Wong Xiaqi rendkívül értékes, és ezt most ki kell használnunk. De tudja, hogy ő nincs kiképezve kémnek. Nem bírja ezt a hihetetlen feszültséget. Alábecsülöd őt? Wong minden ízében Mak Tai-tai-ként viselkedik, nem pedig ügynökként. Eddig eljutott, ami nem kevés, a feletteseinket is lenyűgözte. Nemrég a két legjobban képzett kémnőnket küldtük, hogy csapdába csalják őt. De ő őket is kiszimatolta. Megölték őket, miután elárulták az egész sejtet. Maga egyáltalán nem törődik a biztonságával. Behálozta Yit, ez volt a cél, nem igaz? A folytatás már a mi dolgunk. Nekem te ne írd elő, hogy mit tegyek! És most figyelj rám! Yi megölte a feleségemet és a két gyermekemet! De én képes lennék egy asztalhoz ülni vele. Minden ügynöknek ez a dolga. Nincs más vágya, mint a saját kezemmel megölni. De ha hasznosabb életben hagyni még pár napig, akkor azt kell tennünk. Csak folytasd. És informálj. A parancsom nélkül semmit se tégy. És ne feledd. Egy ügynök számára egy dolog a fontos. A hűség. Hűség a párthoz, a vezérünkhöz, a hazához. Megértetted? Ne aggódjon. Megteszem, bármit is kér. Helyes. Nagyon helyes. Továbbra is bolondítsd őt. Bűvöld el. Ha bármire is szükséged van... Miféle bűvöletről beszél? A testem bűvöletéről? Minek nézi őt? Jobban tudja önnél, hogy kell felszítani a szenvedét. Nem egyszerűen csak belém hatol. De egész a szíve még tekergőzik, mint egy kígyó. Még mélyebbre. Úgy fogadom be őt, mint egy rabszolga. És mivel jól játszom a szerepemet, én is a szívéig férkőzöm. Minden alkalommal úgy megkínoz, míg vérzem és zakogok, akkor és csak akkor elégül ki. Kielégül, mert úgy érzi, él. A sötétben csak ő érzi úgy, hogy mindez valódi. Jól van, ebből elég. Ezért van az, hogy... Ezért kínoszhatom tovább, egészen addig, amíg már nem bírja, amíg mindketten ájultak vagyunk a kimerültségtől. És amikor végre belém hatol, akkor azt gondolom, talán most rontanak ránk, és lövik hátulról fejbe, a testemet pedig elönti a vére, és a kilocsat... Hallgass! Ekkora szex a világon nincs. Engem nagyon tud idegesíteni a szexualitásnak a patetizmusa és a teátralitása a filmvásznon, mint például az Elemi ösztönben, túl azon, hogy én a Paul Verhoevent nagyon kedvelem, az Elemi ösztönt nem kedvelem, mert az annyira teátrális és annyira olcsó az az egész, amekkora kultuszt próbálnak teremteni a körül, a szex körül, ami ott zajlik, de itt ez higgyétek el nekem, ez annyira valóságos. Ez valami ennél szebben, ennél a szenvedélyt, a szexuális szenvedélyt ennél élőbben filmvásznon én még soha nem láttam, nálam mint az Ang-nek ebben a filmében. Nálam 9 pont. Mm. Az ellenséges vágyak az egy 9-es film. Mindenkinek ajánlott kategória. Maximálisan ajánlott kategória. Nem szabad beleszeretni a célpontba. De nem lehet nem beleszeretni a célpontba, mert hogy annyira ki vagyunk szolgáltatva a biológiánknak, nagyon-nagyon-nagyon sötét mélységeibe hajtja le az embert a hormonvilágnak a mély kutyába ez a film. Ez az ellenséges vágyak. Nagyon ajánljuk. Nagyon köszönjük a figyelmeteket a mai adás során tanúsítottatok nekünk, és azt a jó pár SMS-t, amelyet volt alkalmunk elolvasni. Köszönjük, hogy figyelemmel követtetek minket ezen a hétvégén is. Jövő héten is itt leszünk szombaton és vasárnap 3-tól 5-ig, ahogyan az szokásunk. Nagyon megköszönöm a figyelmeteket, Nagy Pál Szabolcs kollégám és a magam nevében egyaránt, én Puzsér Robert voltam. Hallgassatok Rádió Cafét a továbbiakban is. Sziasztok! Sziasztok!